centenárium évében számos alkalommal elhangzott, hogy a román állam nem tartotta be a magyar kisebbségnek tett gyulafehérvári ígéreteket. Szilágyi N. Sándor nyelvész professzor azonban a majszol.ro portálon megjelent írásában azt állítja, elhibázott a politikum stratégiája, hiszen egy olyan ígéretet kér számon, amelyet sosem tettek meg. Ebben az aradi házban tárgyalt 1918. novemberében a román Nemzeti Tanácsi Ászi Oszkár miniszterrel, a magyar kormány javaslata egy kantonális rendszer volt erre nagyon határozottan csicsópok és mások megmondják neki, hogy ez őket már nem érdekli. Még azt is mondják talán, hogy ez lehet, hogy tíz éve jó lett volna, de most ez már nem elég nekik. A sikertelen tárgyalásokat követően hirdették meg a december 1 i Gyulafehérvári nagygyűlést, ahol neves jogászok, korábbi parlamenti képviselők fogalmazták meg a kiáltványt, amelyből nem lett törvény. Ennek ellenére erkölcsi értelemben a román állam alapja a Gyulafehérvári nyilatkozat. Vélik sajtóprés című műsorunk meg. Hogy milyen állam jött létre ezeken a, az alapokon, ez ma sincs tisztázva, erről nincs konszenzus. Én azt hiszem, hogy a mostani román állam az még mindig nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket a román nemzet képviselői illusztráltak ezer 1918-ban. Az emberjogi aktivista úgy véli, hogy ma sincs törekvés a román elitben arra, hogy létrehozzanak egy mindenki számára modern, 21. századi román államot. Érdemes visszafordulni ehhez a gyula határozathoz teljes egészében, tehát nem csak a, a román-magyar viszony tekintetében, hanem egyébként is, ugyanis a román-magyar viszony Mindmáig igazság szerint ö, ö, arra szolgált, hogy a román többség túszú lejtse a magyar kisebbséget, és fordítva is. De hogyan látják a román politológusok, történészek a magyar politikusok viszonyulását a Gyula Fehérvári kiáltványhoz? A román politológusok és jogászok nézőpontjából a vitát viszonylag egyszerűen rövidre lehet zárni. Ha a magyar politikusok nem fogadták el a határozatot, akkor nem hivatkozhatnak a szövegére. Ilyen egyszerű, egy olyan jogi iratot, amit nem ismersz el, nem hozhatsz fel érvként. A Gyula-fehérvári nyilatkozatra hivatkozni értelmetlen, hiszen a románok nem is ígértek semmit, mert nem is voltak olyan helyzetben, hogy bármit is ígérhettek volna. Ezt állítja a szilágyi ilyen Sándor a BBTE tanára a masszol.ro portálon megjelent írásában. Szerintem nem azzal kellene foglalkozni, hogy be volt-e tartva egy ígéret vagy sem, hanem azzal, hogy ezt a kisebbségi problémát azóta se sikerült rendesen megoldani, és emiatt az embereknek folyton fölösleges erőfeszítéseket kell tenni, és van, mikor még szenvedniük is kell miatta a sokuknak. Ez szerinte a politikum felelőssége, amely hibázik, amikor a problémákat a románok nélkül akarja megoldani, valós párbeszéd nélkül.